A tavalyi pandémiás helyzet után idén ismét hagyományos formában lehetett megrendezni a Katalin napi ünnepséget Kati néni szobránál a Liszt Ferenc utcában. A köztéri alkotás Székesfehérvár egyik legismertebb jelképe. A városvezetés a 2001-es szoboravatás óta köszönti itt a Katalinokat. Cserpalkovics András polgármester örömét fejezte ki, hogy ismét összegyűlhettek a szobornál a város Katalin nevezetű hölgyei. Tavaly nagyon rossz volt itt Katalin napján megélni azt, hogy nem jöhetünk ide Kati néni szobrához, és nem köszönhetjük személyesen a Katalinokat. Akkor is kitaláltunk egy kis ajándékot, itt volt a virág, el lehetett vinni, el lehetett venni, tehát teljesen nem szakadt meg a hagyomány, idén pedig folytatni tudjuk, úgyhogy látom is, hogy már sokan érkeztek. Felsővárosból származik ez a hagyomány, és itt Kocsis Balázs alkotásánál, Kati néni szobránál szokott indulni a program. Én nagyon örülök, hogy újra tudunk találkozni, Isten értesse minden Katalint, és természetesen minden hölgyet itt városunkban, Székesfehérváron. Az ünnepi műsor részeként a Tilinkó zenekar és az Alba Régia táncegyüttes szenióriai adtak műsort. A rendezvényen Földi Zoltán felsőváros önkormányzati képviselője szívet melengető érzésnek nevezte, hogy újra együtt lehetnek azok az emberek, akik ezt az ünnepséget igazán közel érzik magukhoz. Boda Katalin egy ikonikus jelképe felsővárosnak, és hát azt gondolom, hogy tényleg szívet melengető az az érzés, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, elmondunk egy-két magvas gondolatot. Örülünk annak, hogy az emberek mosolyognak, örülünk annak, hogy az emberek egymásnak örülnek. Varga Tamás országgyűlési képviselő az ünnepélyes alkalom kapcsán a hagyományőrzés fontosságát emelte ki beszédében. Minden fehérvárira is jellemző, szorgalmas vagyunk, összetartóak, őrizzük a hagyományainkat, mint ezen a napon is. Mi már hagyomány, hogy itt a Kati néni szobránál találkozunk, és köszöntjük a székesfehérvári Katalinokat. A beszédek után Cserpalkovics András, Földi Zoltán és Varga Tamás egy-egy szál virággal köszöntötte az ünnepségen megjelent hölgyeket. A szép számú közönséget pedig a Hagyományos Piacokért Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesülete zsíros kenyérrel, forralt borral, meleg teával, almával és hagyományos felsővárosi savanyú káposztával látta vendégül.